mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Hogyan leszel az olvasás szerelmese, és mit hoz ez az életedbe? Erről fogunk beszélgetni ma Ott Annával. Köszöntelek. Sziasztok. Neked hogyan jött a szerelem az életedbe? Én talán általános iskolás voltam, alsó tagozatos, amikor én egy egyike gyerek vagyok, azzal a csavarral, hogy van mégis egy féltestvérem, egy nővérem, aki 18 évvel idősebb, szóval igazából soha nem éltünk egy háztartásban, és ezért egyedül nőttem fel. És muszáj volt, azt éreztem, hogy valamivel elfoglalnom magam, és társaságot keresnem magamnak, és ezek lettek a könyvek. Ott hagyta a nővérem a Csíkos könyvek sorozatát, meg a Pöttyös könyvek sorozatát, úgyhogy ezeket a könyveket örököltem én meg, ezek voltak az első olvasmányaim, és valahogy a kezdetektől olyan szintű átszellemülést éreztem, és annyira beszippantottak a történetek, hogy ilyen mániákus olvasó lettem. Amikor elváltak a szüleim, azért az is hatással volt erre az olvasási szokásaimra, mert egy viharos kapcsolat, viharos válással ért véget, és akkor is nagyon-nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a könyvek, hogy egyrészt kizárják a valóságot, mert hogyha belegondolunk tényleg, ahogy a szemem elé teszem a könyvet, akkor úgy bezárul minden, ami a környezetemben zajlik. Másrészt pedig egy hű barát lett nekem az irodalom. Mi az első könyv, ami így a szíved közepénre hatott? Nekem Janikovszki Éva volt az első, és már nem a gyerekkönyvei, és nem a mesekönyvei, hanem az Aranyeső című kötete. Én egy ilyen korán érő típus voltam, mindig felnőttek társaságában voltam már kicsiként is, úgyhogy nagyon tetszett ez a világ, a kamaszlánynak a története, ahogy már se nem gyerek, se nem felnőtt még ez a pont, ez a változó korban van, és ahogy ő bajlódik és próbál boldogulni az életével, ez volt az első, ami nagyon megragadott, és amit mindig elmondok, hogy a legfontosabb. Szerinted volt. Ez a mostani tizenéveseknek is ad mondani valót? Hát ez ugye egy állandó kérdés, hogy például a kötelező olvasmányok kapcsán, hogy ezek a történetek megkérdőjelezhetetlenül fontosak, és tényleg kötelezőek az ember életében, csak nem biztos, hogy azokban a korban, életkorokban, amikor ezeket az iskolák ajánlják, vagy hogy kötelezővé teszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma azért már egészen máshol jár egy 14-15 éves fiatal lány, egy kamaszlány. Nagyon-nagyon ritkán látom azt, hogy mondjuk könyvet vesz a kezébe, és nem a telefonját nyomkodja, hogy nem csetel, hanem baráti beszélgetésekbe próbál érintkezni. Szóval, hogy nem tudom, hogy mikor ajánlanám, de mindenképp kötelező. Tenném ezt a könyvet. Te 14 évesen olvastad egyébként? Én igen, 14 éves voltam. Nem, talán nem, 13. 14 évesen, nagyon emlékszem, akkor már Márquezt olvastam, semmit nem értettem természetesen belőle, nem tudtam a szálakat össze. De hogy annyira más volt, mint amit addig olvastam, az a világ, amit ő teremtett, hogy teljesen lekötött, és egy nagyon nagy szerelem lett. Igen, hát most a fiataloknál azért nagy versenytárs az online tér a könyvekkel, és ezzel a könyvekkel mellett harcolsz te is az online térben. Te az Instagramon vezetsz egy inspiráló oldalt, ezt mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg. Hogyan jött ez, hogy az Instagramon inspirálja másokat olvasásra? Szerinted milyen hozzáadott értéke van az olvasásnak egy ember életéhez? Egyrészt őszintén mondom, hogy nem volt tudatosság benne. Uh-huh. Mostanra gondolkodom, és kérdezem a környezetemet, hogy segítsenek abban, hogy őket hogyan tudnám segíteni, azon kívül, hogy hetente megosztom, hogy éppen melyik könyvet olvastam el, vagy melyik jutott eszembe, és melyiket miért ajánlom. Uh-huh. De hogy azt is érzem, hogy nagyon sok olyan gyakorlati tipp is kellene, ami nekem lehet, hogy természetes, másoknak viszont nagy segítség lenne, úgyhogy mindig a környezetem az első ilyen szűrő, hogy segítsenek, ötletem sincs, hogy hogyan kellene. És szóval, hogy nagyon régóta, mióta én az Instagramra regisztráltam, amikor még csak az anyukám lájkolta a képeimet, már akkor is természetes volt, hogy ott vannak a könyvek, mert hogy tényleg körülvettek mindig. És ahogy láttam, hogy valami
nem mondom, hogy robbanásszerűen, de hogy egyre többen kezdenek el követni, most már azért elég súlyos ez a tömeg, én mindig így belegondolok, hogy most 15 ezernél tartunk, de hogy ez ilyen hirtelen történt, és egyrészt nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon sok kedves üzenetet kapok, hogy ami nekem is, na szóval, hogy én azt szeretném megadni nekik mindenkinek, aki ott követ engem, hogyha bemegy egy boltba, egy könyvesboltba, amikor éppen azt mondja, hogy én most el szeretnék utazni, vagy nekem most lesz egy szabad hétvégém, vagy nyaralni megyek, vagy szabadságot veszek ki, és most van időm olvasni, akkor általában én mindig úgy voltam, soha nem tudtam, hogy éppen mihez nyúljak. És mindig kerestem ezeket a portálokat, online blogokat, akik azt mondják, hogy figyelj, ezt elolvastam, ezt gondolom róla, ajánlom, vagy nem ajánlom. Uh-huh. És én hála Istennek elég hamar megtaláltam a könyves blogot, ami nekem nagyon nagy segítség azóta is, és valahogy ebben szeretném a segítségemet nyújtani másoknak, hogyha szeretne olvasni, akkor felmegy az Instagram oldalamra, és akkor ott talál nagyon-nagyon sokféle könyvet, hogy mit ad, hát szerintem... Ilyen közhelyeket fogok mondani, de hogy azt gondolom, hogy egyrészt rengeteg empátiát, szóval biztos, uh-huh. hogy az ember empátiáját olyan szinten gyűri és dolgozza, ami után nem lesz kérdés, hogy amit én gondolok, azt nem biztos, hogy te ugyanúgy gondolod. Vagy különböző ember bőrébe belehelyezkedünk. Igen, hogy egyáltalán én nem öltem még meg az anyámat, nem voltam megcsalt férfi, tényleg nem voltam haláltáborban, viszont ezek a történetek, amiket olvasok, ezeket én átélem, teljes mértékben megdolgozzák az érzéseimet, és lehet, hogy nagyobb eséllyel fogok tudni más helyzetben, más ember helyébe gondolni magam, vagy egy kicsit figyelni arra, hogy nem biztos, hogy ez az egyetlen igazság, ami az én igazságom. Igen, ugye a Nők az útonadásban is vendégünk voltál, évvel van a podcastunk, nézzétek meg, ha még nem láttátok, és ott beszéltél nekem a Döntés című könyvről, ami nekem nagyon meghatározó lett, ezt én elolvastam, és borzasztóan tetszett, hogy ahogy egyrészt bemutatta az életét az írónő, illetve a mondani való, hogy tulajdonképpen attól függ, hogy hogyan nézünk az életünkre, úgy tudjuk megélni. Igen. Az elmúlt években melyik az a könyv, ami a legnagyobb hatással volt rád? Hát, havonta tudnám frissíteni ezt a listát, de el is hoztam nektek ezt a 4 darab kötetet. Ez egy nagyon nagy kedvencem, és nem azért, mert olyan nagyon-nagyon pörgős a cselekménye, vagy mert összetudnám egy mondatba foglalni, hogy miről szól, hanem azért, ami összefügg az előző gondolatommal, hogy egy norvég férfi, Karl Ove Knausgård írta, aki semmi más nem tett, leírta, hogy mi a helyzet vele. Leírta először az első, az a Halál című, az édesapja a halálát, és azt, amikor felnőtt fejjel a gyászt, hogyan tudja feldolgozni, hogyan kell kipakolni a halott apának a házát, és az egész életét ugye átélni, újra gondolni. Itt a szerelem, ami nekem a legkedvesebb a 4 közül, mert egész egyszerűen beleláthatok a férfiak világába. Beleláthatok a férfiak fejébe, érzéseibe, ami máskor azért nem nagyon van rá lehetőség, mert hogy itt elmondja azt, hogy 40 évesen milyen gyereket nevelni férfiként, milyen az, amikor az anyuka megy vissza az egyetemre, mert el kell végeznie, és ő marad otthon, mivel író, ezért rugalmas az időbeosztása, és ő viszi a gyerekfoglalkozásokra a kislányokat, és hogy egyszerűen közben természetesen férfi marad, és megtetszenek a nők neki az utcán, de őt várja haza a 2, aztán 3 gyereke. Szóval ez azt hiszem, hogy nekem az egyik drasztikus uh-huh. is, meg nagyon realisztikus, de nagyon fontos olvasmány. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez az, amit, hogyha egy lakatlan szigetre mennék, akkor magammal vinnék. És egy kicsit még visszatérve, hogy mit ad az olvasás, szerintem az empátián kívül egyre többet gondolkodok azon, hogy annyira pörgünk, hát mert nem csak egy munkahelyünk van általában, hanem több projekten dolgozunk, azért most már nem csak 8 órában dolgozunk, este is, hétvégén is dolgozunk, és egészen egyszerűen tényleg, amikor az ember dedikál időt annak, hogy akkor ő most olvasni fog, és lerakja a telefonját, átmegy egy másik szobába, és előveszi ezt a papír alapú könyvet, akkor még mindig azért azt gondolom, hogy a legjobb módja, hogy lelassuljunk egy kicsit. Én nem találtam mást ennél jobbat. Igen, a lelassulás, akkor az empátia, nekem az, hogy egy kicsit tényleg kizökkenjek a mindennapokból, azt is nagyon egy pillanat alatt átváltasz, mert hogyha egyébként bármi más csinálsz ilyen szabadidős dolgot, azért csak-csak pörög az agyad azokon a dolgokon,
Egyébként nagyon vicces, mert a legutoljára a Murakami Harukinak olvastam a Miről beszélek, ha a futásról beszélek könyvét, és futás közben sikerült olvasnom, meg nem csináltam ilyet, én megpróbáltam, mert a futás közben általában podcastokat hallgatok. És mi van, ha az elbukott oda rakom magam elé, és tudtam olvasni. De jó. És az is nagyon érdekes volt. Nyilván teljesen más hangulata van, hogyha este az ember már a nap végén olvas valamit reggel, vagy este olvasol, és mennyit? Én nem tudok már este olvasni, mert általában vagy beszélgetéseket tartok, vagy ilyenkor van lehetőségem és esélyem a családi kapcsolataimat, vagy a baráti kapcsolataimat ápolni, és általában tényleg csak bezuhanok az ágyba. Én reggel szoktam, és Dragomán György mondta azt egyszer, hogy a legszuperebb az lenne, hogyha minden reggel egy verset olvasnánk, azzal indulna a nap, mert hogy az tényleg 2-3 perc, és meghatározza az egész hangulatunkat. Úgyhogy én most, mint újévi fogadalom, nem vagyok jó benne, de megpróbálom azt, hogy minden délelőtt, kizárólag 12 után menjek dolgozni, vagy akkora időzítsem az első megbeszéléseimet, és akkor ott van a délelőtt, amit olvasással tudok tölteni, általában azért 1-2 órát minimum olvasok egy nap, és akkor a délelőtt az az olvasási, meg a kutyáimé, akik viszont kivisznek az erdőbe, meg a természetbe, az is nagyon-nagyon fontos mostanában. Gondolom azért ez nem volt mindig így, amikor mondjuk rendes átlagemberhez való foglalkozásod volt, vagy abban a munkaórában dolgoztál, akkor mikor csempészted be az olvasást? Nekem még mindig, mint az iskolás gyerekek, a hétvége az hétvége, amennyire lehet, és a karácsonyi szünet, meg a nyári szünet az szent és érthetetlen. Úgyhogy akkor van az, amikor van egy külön polc azoknak a könyveknek, amiket évközben nem tudok elolvasni, és akkor ezt behozom akkor. Vagy hát nagyon érdekes, mert a munkám miatt leginkább magyar könyveket és könyveket kell olvasnom, és akkor ezekben a szünetekben meg hétvégén van esély arra, hogy nemzetközi könyveket vagy nagy klasszikusokat olvasok, amik kimaradtak esetleg. Van ilyen, ami kimaradt mégis, ott van a bakancs listában? Hát rengeteg van pont. Akkor mi az, amit már nagyon vársz? Rengeteg van, most pont szerettem volna, vagy szeretnék egy ilyen klasszikusok posztot csinálni, hogy mi az szerintem, amit mindenképp el kell olvasni. Mi az, amit nagyon nem? Mi az, amit nagyon nem? Hát, ez nagyon változó, én nem mernék ilyet mondani, viszont én azt mondom, hogy Dosztojevszkit mindenképp kell olvasni, most próbálkozom azzal, hogy akkor bűn és bűnhődés, vagy félkegyelmű, még nem tudom a választ. Mi az, ami neked nem jött be? Ki az, aki író? Aki nekem nem jött be, és ilyen nagy. Én például nem tudom rávenni magam a Szolgáló lány meséjére. Uh-huh. És nem tudom, hogy miért, de hogy ott van, és már 2 kiadásban is megvan, és a második kötet is megvan, és valamiért még nem kapott el. Őt lehet, hogyha leülnék, akkor, akkor most azt mondanám, hogy imádom. Aki nagyon nem tetszik, hát figyelj, nem is tudom. Tényleg. Olyan író, aki tök sokat vártál tőle, mert mondták, mert többen ajánlották, de elkezdte, és egyszerűen nem a világa, nyilván ez teljesen szubjektív, szóval ez szerintem így belefér, aki így nem jött be. Nem lehet, hogy minden tetszen. Nem, de én például ezt is nagyon sokan szokták kérdezni, hogy abba hagyok-e könyvet, és olyan szentségsértésként próbálják feltenni, vagy hogy olyan félbe teszik. Én azt mondtam, hogy egyharmad nem abba lehet hagyni. Abszolút, és én nem is húzom tovább, szóval, hogy ami engem nem fog meg, vagy nem köt le. Na és mi volt az utolsó, amit így abba hagytam? Félre raktam. Próbálok most nem magyart mondani, hogy ne. Térjünk vissza a végén, gondolkodom. Mert akkora, igen. Annyira megnőtt az évek során, hogy nem magyar. Fogok. Közben nézem ezt a kis képes lapot. Igen. Ez egy kedves tárgyad, mesélj nekem róla. Igen, én hatalmas kéziratgyűjtő vagyok. A nappalim falán nagy-nagy gyűjteményen van bekeretezve kéziratokkal. És ez azért kedves nekem, mert egyrészt az egyik legkedvesebb költőm Kemény István írta. Másrészt, hát látjátok, egy képeslapra írta, és utána találkoztunk, és mondta, hogy úristen, hát elfelejtett, hogy ezt hogy fogom akkor bekeretezni, mert hogy mind a két oldala nagyon érdekes. Úgyhogy szereztem egy ilyen üvegkeretet, így mind a két oldalán látható, és ez egy nagyon kedvenc versem tőle, és a tavalyi születésnapomra kaptam tőle. Egy vicces, mert ez a képeslap nekem is megvan. Tényleg? Igen. Egyébként akkor most minden nap olvasol reggelente verset?
A verset már abba hagytam, mert abból csináltam is az Instagramon egy ilyen 30 napos sorozatot, uh-huh. hogy ne csak én, hanem akkor más is kezdje uh-huh. így a napot, hát ha nekik is jól esik. Úgyhogy most a verseket kicsit hátrébb raktam megint a polcon, és igen, igyekszem minden délelőtt úgy indítani a napot, hogy olvasok, mert nem jut máskor időre. És ez pedig egy borzasztó érzés, amikor az ember azzal foglalkozik, amit a világon a legjobban szeret, és nagyon büszke vagyok erre, és hálás, csak hát pont arra nem jut idő, ami mindennek az alapja. Szóval, hogy én így próbálom becsempészni ezt az egy órát. Elindítottam januárban egy 12x12 kihívást, és az első állomása a januárra kihívás, hogy 12 napon át napi 30 percet olvassunk, és nagyon sokan csatlakoztak is. Én is ugye most minden nap olvasom, én nekem rám inkább az jellemző, hogy a szünetekben olvastam, és azért érdekes tapasztalni, hogy nehézségekbe ütközik azért ez a mindennapos olvasás. Van-e valamilyen tipped arra, hogy ezt hogyan lehet így rutinná alakítani? Én nagyon hiszek abban, hogy a könyvet kell vinni magunkkal. Én így lettem, azt hiszem, tényleg olvasó, hogy Szentendréről Budapestre jártam hévvel gimnáziumba, és ez a 40 perc kétszer egy nap, az meghatározó volt. És azóta is mindig van a táskámban, és inkább BKV-zok, hogy tudjak olvasni. És hogyha csak negyed óra, az is szuper, vagy 10 perc. A másik, hogy szerintem a telefont el kell rakni, mert hogy én is abszolút, amikor lefekszem és olvasok, és mondjuk fejezetváltás van, akkor az az első, hogy a telefonom után nyúlok, hogy mi történt a nagyvilágban, miközben semmi nem történt valószínűleg a nagyvilágban, és ráér fél óra múlva is megnézni. És én azt gondolom, hogy meg kell teremteni, ugyanúgy, mint ahogy tudom, ez anyaként szerintem nagyon nehéz lehet, és nagyon félek is ettől, de hogy amikor ugyanúgy meg be van itt egy napba szerkesztve az, hogy mosogassunk, berakjunk egy mosást, kiteregessünk, bevásároljunk, felhívjuk az édesanyánkat, főzzünk egy vacsorát, be kell tervezni azt is, hogy fél órát olvassunk. És hogy ami nekem nagyon nehéz volt, vagy hát leginkább a családomnak, hogy ez nem egy pihenés. Szóval nem csak akkor lehet olvasni, amikor te már elvégezted az egész napi teendőidet, és amikor majd ezt kipipáltad, akkor utána olvashatsz. Vagy hogy ez nem egy luxus, hanem hogyha az ember szeretne rászánni időt, akkor kötelessége beiktatni a napjába. Én ezt tartom egy nagyon jó ilyen tipnek. Hát rajta mindenki nagyon röhög, de most már megszokta azért a környezetem, amikor felhívnak, és mondtam, hogy nálunk most olvasnom kell. Szóval az olvasnom kell, ez egy olyan fordulat, ami az elején szokatlan, de most már azért mindenki tudja, hogy ez azt jelenti, hogy most nem lehet zavarni. Tehát tulajdonképpen azt javaslod, hogy a napi rutinba építsük be. És igen. Akkor ez a fél óra egyébként szerinted tartható, ez elég abból a szempontból, hogy a könyv történetét aha. mindig fölvegyük, vagy ezt mennyire lehet rugalmasan kezelni, vagy érdemes inkább? Én azt gondolom, hogy érdemes, ami nekem nem megy, de tudom, vagy mesélted, hogy neked bevált az esti, az elalvás előtti olvasás. Szerintem ott érdemes addig, ameddig az ember úgy elálmosodik, és úgy szívesen leteszi, akár már becsukott szemmel a könyvet maga mellé. Én azt gondolom, hogyha olyan a történet, akkor úgyse fogod. Fönnmaradunk. Szóval nem fogod igen. tudni letenni, ha meg nehéz, és éppen egy ilyen mély gödörben vagyunk a történet szempontjából, akkor meg érdemes igenis akkor kitűzni, hogy jó, akkor most még 10 oldalt azért hát adunk neki. Ha meg nem jó, akkor el kell rakni későbbre. Mondjál 3 könyvet, amit most leginkább ajánlanál valakinek, aki... Tudom, hogy ez igen, így nagyon nehéz, igen. mert nem tudod kinek. Induljunk abból ki, hogy rád mi volt a legnagyobb hatással mostanában, melyik az a 3 könyv. Szerintem az egyik akkor, amit én előttünk. Egyrészt mindenképp Knőzgortól ajánlok, és ezt hozzáteszem, hogy nem egy ilyen esti könnyed olvasmány, de nagyon-nagyon ajánlom, hogy az ember így átrágja magát, és belengedje magát. Ezért mondom, hogy ez inkább ilyen nyaralós, karácsony körüli olvasmány. Én nagyon oda vagyok most Barnás Ferenc életünk végéig. Nem is tudom, mindjárt megnézem. Szóval Barnás Ferencnek megjelent egy új regénye, ami csodálatos, és engem az teljesen lenyűgözött és beszippantott, és nagyon hasonlít erre uh-huh. az elbeszélésmódra, csak nagyon érdekes, amikor Magyarországon, mondjuk Budapesten vagyunk, ezeket a közeli történeteket hallhatjuk az írótól, és
Na, mit mondjál harmadik? Még egy harmadikat fogok mondani. Én azt mondom, hogy, és nagyon sajnálom, hogy most nem nőt mondok, de hogy Nádasdy Ádám verses kötetei. Uh-huh. Azok azért mindig ott vannak Kemény István mellett, és, de hogy Nádasdynak megjelent most egy új kötete, nem most, tavaly ősszel, és ezt nagyon szeretem. Előtted van még két kötet. Igen. Azok mik vannak benne? Milyen szövegek, ezek, regények, történetek? Egyrészt ezek gyönyörűek szerintem ezek a füzetek, mert Barabás Zsófi festőművésznek a munkái vannak rajta, és hát ezek az én naplóim. Ez két kötet a sok-sok naplóból, szerintem 12 éves korom óta írok naplót. Írsz naplót? Igen. És hát itt most belelapozunk, ilyen nagyon ilyen mániákus vagyok, szóval szép füzet, betöltőtollal, és vannak beleragasztva fotók is. Ez is a mindennapi rutinod része? Hát sajnos nem, már nem, de nagyon, itt például, itt azért nagyon sok olyan kép van, ahol ilyen fontosabb momentumok megvannak örökítve az életemben, mert hogy arra is azt is észrevettem, hogy annyira hirtelen és nagyon gyorsan történik minden, akár a siker is, meg egy-egy olyan pont, amire 5 éve azt gondoltam, hogy Jézusom, bárcsak ott lehetnék, vagy csillogó szemmel néztem azokra, akik már ott vannak, hogy nem jut idő feldolgozni, úgyhogy erre használom én a naplózást, uh-huh. hogy igenis leüljünk. Egyrészt szerintem meditatíva, hogy az ember még kézzel ír, nem tudom, mikor írt el utoljára kézzel, én látom, hogy csúnyul a kézírásom, ahogy mindent számítógépben intézzünk már. És hát én kevés emberrel tudok olyan őszinte lenni, mint a saját naplommal. Szóval azért vannak olyan dolgok, amit az ember így legszívesebben csak magának val be. Igen, én is szoktam naplót írni. Van, hogy csak ilyen hálónaplószerűséget, hogy mi uh-huh. volt aznap a három legjobb dolog. Van, amikor nem bírom megállni, hogy akkor a három dolgot ne fejtsem ki, és nagyon jó ezeket így néha visszaolvasni is. Igen. Az biztos, hogy a történetek akkor nem csak ahogy megkapjuk, hanem ahogy tulajdonképpen kikerülnek belőlünk egy naplóba, vagy egy beszélgetés során azok befolyásolnak minket, és nagy hatással vannak ránk. Van egy különbség az e-bookon történetolvasásnak és a könyv ből való uh-huh. történetolvasásnak. Tapasztalat, mit tapasztaltál? Én a diploma osztomra kaptam egy e-bookot, ez nem ma volt, és akkor nagyon menőnek számított, és ilyen gyönyörű tokot is kaptam hozzá, szóval nagyon csábító volt. Hát én nem tudtam megszokni. Én próbálkoztam, tényleg sok esélyt adtam, máig megvan. És esetleg a futópadra tett. Igen. Ott biztos, hogy nagyon, nagyon szuper, és én tudom, hogy vannak azok a helyzetek, amikor a legjobb találmány a világon, amikor az ember kis táskával elutazik, és több könyvet szeretne magával vinni. Hát én ebben nagyon-nagyon maradi vagyok, szóval én bárhova utazom, most havonta igyekszem egy hétvégét vidéken tölteni, ez is egy ilyen fogadalom, és akkor is viszem a sok könyvet. Szerintem én gyűjtő is vagyok, szóval nekem a könyvtár sem játszott már gyerekkoromban sem. Én nagyon szerettem azt, hogyha ott van, és nagyon szerettem újra levenni, nagyon szerettem aláhúzni, beszamárfülezni, ami fontos, és olyat mond nekem, amit szeretnék elraktározni. Úgyhogy nekem nem vált be az e-book, és azt gondolom, hogy itt pont ebben a digitális korban, amiben tényleg élünk, tök fontos, hogy itt valami olyan dolog van, amit meg lehet fogni, le kell vele ülni, lapozni lehet, van szaga, van illata, van hangja, és én azt gondolom, hogy muszáj, hogy felvegye az irodalom a versenyt a digitalizációval és a sorozatokkal, ami nem kis munka, és nem kis kihívás, de szerintem működőképes. Én is azt szeretem egyébként a valós könyvekben, hogy jó bele jelölni, bele aláhúzni, és aztán utána az könnyű visszatalálni egy e-booknál, azt hiszem, ezt nem lehet igazán jól megcsinálni. Igen. Ugye beszéltünk arról, hogy miért érdemes az olvasás szerelmesének lenni, és aki még nem az, de most nagyon úgy érzi, hogy érdemes elkezdeni olvasni, mi ez az egy könyv, amit javasolnál neki, hogy amivel szerinted ebbe a világba be tudjuk szippantani őt, és utána már úgy is ráérez. Ha nő, akkor Szabó Magda Őze. Ha férfi, akkor hát akkor lehet, hogy Knőzgort ajánlanám a halált, vagy a szerelmet neki. És azt szerintem egy nagyon jó tipp, ezen tök sokat gondolkodtam, hogy nekem mi segített, vagy folyamatában mi segít. Nekem a baráti társaság nagyon segít, akivel ugyanazt olvassuk. Nekem egy barátnőm van 16 éve, aki
először Márkezt a kezembe adta, és vele máig megbeszéljük, hogy figyelj, most ezt el fogom kezdeni, kezd már el te is, te hol tartasz, mit szólsz, kiborult el, úristen, te mit leraktad, én is leraktam. Szóval hogy ez a fajt, ez nagyon fontos, hogy a környezetedben legyen olyan, akivel tudsz erről beszélni. Szerintem ezért szuperek azok az estek, amik így szerveződnek, könyvklubok a belvárosban, hogy mindenki egy azonos tudással megy oda, és utána meg lehet beszélni, és én nagyon híve vagyok, én nagyon régóta szeretném ezt megcsinálni, az otthoni ilyen könyvkluboknak, amikor 5-6 barátnő összegyűlik, és ugyanazt a könyvet elolvasták, vacsoráznak egyet, pezsgőznek, és megbeszélik, hogy mit kaptak a könyvtől. Szóval szerintem valahogy ez a közösségi élmény is fontos. Hogy ezt akkor egy szélesebb élmény csomagba ültessük el gyakorlatilag az olvasást, akkor így szerintem tényleg tartósabban a részese tud lenni az életünknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem sokakat meggyőztünk, remélem ezzel a beszélgetéssel arról, hogy igenis érdemes olvasni, igenis vagy visszahozni ezt a szokást, vagy újra föl, vagy igazából először fölvenni, úgyhogy olvasatok el legalább egy könyvet, a kihívás nélkül is érdemes elkezdeni, hajrá olvasás. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, sziasztok, szép kreatív napot.